elhagyni semmiképpen sem volna érdemes belőle, hiszen ezzel nemzeti önazonosságunk egy-egy darabjáról mondanánk le. Arról viszont már korán sem vagyok meggyőződve, hogy a lista ne lenne tovább bővíthető. Bizonyára lesz majd ilyen szándék, és tegyük hozzá, joggal lesz. Hiszen számos olyan helyszíne van még hazánknak, amely nem minden alap nélkül pályázhat a Nemzeti Emlékhely kitüntető címére. Hogy konkrét példát hozzak erre, mind a bővítési szándékra, mind a lehetséges helyszínekre, elegendő csupán L. Simon László képviselőtársamnak a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványára utalnom. A módosító indítvány nemzeti emlékhelyén nyilvánítaná a Pákozdi katonai emlékhelyet, amely nem csupán a 48-as szabadságharc első győztes csatájának helyszíne. A Pákozdi csata emlékműve mellett itt kapott helyet a Doni kápolna is, amely a Magyar Honvédség történetének legnagyobb emberveszteséggel járó csatájára emlékeztet. A Pákozdi emlékhely, amely hazánkban egyedüliként az eredeti csatatéren áll, továbbá nemzeti tragédiánkra is emlékeztet, szellemiségében és építészeti megjelenítésében is egyaránt méltónak bizonyulhat a nemzeti emlékhely minősítésre. A módosító javaslatokról természetesen a részletes vitában kell, hogy szó essék. Mindenre csak azért tartottam fontosnak kitérni, hogy jelezzem, milyen kérdésekben várok érdemi vitát a kormány által benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban. Azt ugyanis nehéz lenne vitatni, hogy fontos javaslat fekszik előttünk, ahogyan azt is, hogy a benne nemzeti emlékhelyként nevesített helyszínek kivétel nélkül méltóak erre a címre. Ezért kérem képviselőtársaimat, támogassák a kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítását, hogy a felejtés évei után ezzel is hozzájárulhassunk az emlékezés idejének elérkezéséhez. Köszönöm szépen figyelmüket! Börzse Sándor képviselő következik a Jobbik frakciójából. Köszönöm a szót! Tisztelt Ház, a Jobbik Magyarországért Mozgalom üdvözli a törvénytervezetet. Én azonban engedjenek meg egy-két gondolatot, kiegészítésképpen, illetve megfontolásra javasolnék. Az egyik az az, amit a mellékletben a Kossuth térrel kapcsolatosan olvastam, ott azért erős hiányosságot érzek azzal kapcsolatosan, hogy legalább a mellékletbe kerüljön be az indoklásba, hogy miért is lesz nemzeti emlékhely a Kossuth tér. 1956. október 25-én ugyanis itt volt az a véres sortűz, amelynek Kéri Edit kutatásai szerint legalább 800, de az is lehet, hogy közel 1000 áldozata volt, amikor is ugye nagyon jól tudjuk, hogy ávos pribékek, egyébként Kéri Edit kutatásaira hagyd térjek ki, nagyon jól megnevezi azt a majdnem 200 embert, akik felelősek Apró Antal vezetésével ezért a sortűzért. Tehát legalább a mellékletbe kerüljön be, az lenne a kérésünk, utalás erre a bizonyos sortűzre. Amit pedig módosító javaslatként be fogunk terjeszteni, csatlakozva Menczer Erzsébet képviselőasszonyhoz, igen, mi is úgy gondoljuk, hogy semmiképpen sem szabad elvenni a történeti, illetve a nemzeti emlékhelyek számából, viszont nekünk is van két javaslatunk. Az egyik, ha már 1956-nál tartottam, akkor a Korvin köz lenne. Azt gondolom, hogy nem kell különösebben megindokolnom. Méltó helye lenne a 1956-os szabadságharc nemzeti emlékhelyére. A másik pedig, és ezt talán kevesebben ismeri a magyar közvélemény, Ágfalva lenne. Ágfalva, ahol a Rongyos Gárda az első csatáját vívta a trianoni békediktátumnak érvényt szerezni akaró osztrák csendőri alakulatokkal szemben, és az első Rongyos Gárda halottat Baracsi Lászlónak, ő egy kecskeméti gazdalegény volt, állítottak Ágfalván egy emlékművet, azt fogjuk javasolni, hogy nemzeti emlékhely legyen. Véleményünk szerint a Rongyos Gárda küzdelme a magyar történelem egyik legfényesebb epizódja volt. Ugye nagyon jól emlékszünk rá, hogy amennyiben a Rongyos Gárda küzdelmei nem lettek volna, akkor nem lett volna a soproni népszavazás sem.
amelynek értelmében Sopron és még 8 falu Magyarország része maradhatott, és különösen szeretnénk, hogyha annak a közel 100 halottnak, de még inkább annak a 2500 igaz magyar hazafinak emléket állítanánk, akik egy olyan helyzetben fogtak fegyvert, és mondtak megállt az országba bevonulni akaró regulális alakulatoknak, amikor aztán teljesen reménytelen volt a helyzet, és 18 csatát, ha jól emlékszem, 18 győztes csatát vívtak meg, irregulális alakulatok, egyetemisták, volt katonatisztek, első világháborús veteránok. A kommunista történetírás nagyon súlyosan meghamisította a Rongyos Gárda történetét, többek között egyfajta fehér terrort, meg náci alakulatokat vizionált, ezért szeretném már előre elmondani, hogy a Rongyos Gárda veteránjai 1944-ben Lengyelországban, a honi hadseregben a náci alakulatok ellen vették föl a harcot. Tehát én azt hiszem, hogy ők, mint a nemzeti kiállás legfényesebb példái, mindenképpen érdemesek arra, hogy emléküket Baracsi László emlékművénél örökre nemzeti, vagy akár történeti emlékhelyként a nemzet megőrizze. Tehát még egyszer mondom, a Jobbik üdvözli a törvénytervezetet, lesz hozzá módosítónk, és nagyon remélem, hogy a módosítóinkat, miután ez egy megint csak egy pártsemleges téma, el fogják végre egyszer fogadni. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló a KDNP frakció nevében Pálffy István képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. Megköszönve Réthei Miklós miniszter úr emelkedett expozéját, és azt, hogy ez a törvényjavaslat átment azokon a megfelelő társadalmi és szakmai vitákon, amelyre ilyen kiemelt esetekben szükség van. Hadd tegyem hozzá, hogy a javaslatnak két nagy érdeme van az én nézetem szerint. Az egyik egyáltalán az, hogy itt van az asztalunkon, a másik pedig az, hogy jelentős időt biztosít a módosítók beadására, és ezt két szempontból is mondom. Az egyik a szövegekkel kapcsolatos grammatikai kritika lesz, a másik pedig az az indokoltság, hogy nyilván nagyon sok képviselőtársunk, ahogy Pörzse Sándor is itt az imént megpendítette, fog élni azzal a lehetőséggel, hogy a törvényjavaslathoz rendelt melléklet listáját bővítse, és a nemzeti emlékhelyek számát szaporítsa, akár egyéni választókerületében annak szempontjai szerint, vagy egyáltalán a történelmi emlékhelyek, a nemzeti emlékhelyeknek a javaslatban szereplő definíciója alapján. Nos, ugye visszatérve erre a bizonyos nyelvi kérdésre, ha már ezután a törvényjavaslat után egy olyan országgyűlési határozatot fogunk tárgyalni, amely a magyar nyelv napjáról kíván majd rendelkezni. Tehát azért itt azt látni kell, hogy elég sok olyan nehéz megfogalmazás van, amely ennek az olvasmányosságát nehezíti, és sokszor az értelmezését is akadályozza. De az interpunkciók megfelelő kitételén túl azt is észre lehet venni figyelmesebb olvasás során, hogy bizonyos esetekben hiányzik az azonosság. Történetesen ott, ahol a törvény az e-törvény alkalmazásában definiálja a történelmi emlékhelyeket és a nemzeti emlékhelyeket, másként fogalmaz, mint ott, ahol a történelmi emlékhelyeké nyilvánítás, illetve a nemzeti emlékhelyé nyilvánítás feltételeit határozza meg, hogy egy szerintem elég fontos különbségre fölhívjam a figyelmet.
Ugye azért az nem mindegy, hogy valami országos jelentőségű rendezvény megtartására alkalmas-e, vagy országos állami nagy jelentőségű rendezvény megtartására alkalmas. Mert hogy ugyebár ilyen szempontból valószínűleg kizárná a nemzeti emlékhelyek lehetőségeiből egy állami nagy jelentőségű országos ünnep megrendezését, történetesen mondjuk a Vereckei szoros esetében, vagy Nándorfehérváron, éppen Nándorfehérvár kapcsán ugye szintén országgyűlési határozati javaslat van itt a házban, vagy történetesen Arad esetében, hogy tovább menjünk, Trianon esetében szintén. Az rendkívül fontos tehát, hogy ezek a javaslatok, amikor a történelmi és a nemzeti emlékhelyek feltételeit támasztják, akkor egyértelműen fogalmazzanak, és olyan kategóriákat létesítsenek, amelyekbe valóban a történelmi és nemzeti múltunk nagy eseményei, pillanatai, emlékhelyei, épített környezete vagy természeti pontjai egyaránt megfelelően beleértendőek és beleérthetőek. Amint ezekről a helyszínekről beszéltem, ugye mindjárt fölmerülhet az a körülmény is, hogy ezek ugye az ország határon kívül lévő helyszínek, és ilyen szempontból a törvényjavaslat 61C második bekezdését tartom talán a legkevésbé kidolgozottnak, amelyik a nemzetközi megállapodásokat kívánja e tárgyban a miniszter feladatának, az ezzel foglalkozó miniszter feladatának rendelni. Ez elég általános, és ilyen formában egyáltalán nem biztos, hogy könnyen elérhető, hogyha történetesen egy bizottság, az ezzel felhatalmazott bizottság Verecke, Nándorfehérvár, Arad, Trianon esetében próbálna történelmi emlékhely vagy nemzeti emlékhely nyilvánítást kezdeményezni, de nyilván itt is a sor hosszan folytatható lenne, akár Pozsonyra gondolva, a Magyar Diéta helyszínére, vagy a koronázási templomra említhetjük Rodostót, Rákóczit, és valóban, hogyha a sor tovább folytatható, akkor az 56-os nemzeti emlékhely, történelmi emlékhely kérdése sincsen megoldva. Az vita tárgyát képezheti, hogy ez a Korvin köz legyen-e vagy más, de kétség kívül nem szerepel ilyen, mondjuk a 301-es parcellán kívül, ugye a nemzeti emlékhelyekről szóló törvényi mellékletben. Úgyhogy a javaslatot üdvözölve, annak lényegével, szerkezetével, azzal, hogy ezt a két kategóriát egyértelműen igyekszik definiálni, hozzáteszem, nem állítom, hogy egyértelműen azt is teszi, de igyekszik, ezt az igyekezetet méltányolandó. A magam részéről és a kereszténydemokraták részéről arról biztosíthatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogatni fogjuk, egész biztos, hogy nem egy módosítót fogunk beadni hozzá, és üdvözöljük, hogy ennek a lehetősége augusztus 26-áig nyitva is van. Ezzel együtt kérem a támogatásukat majd a javaslatra. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Mile Lajos képviselő úr, az LMP padsoraiból. Tessék parancsolni, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársaim. Bevezetésképpen kénytelen vagyok egy reflexióval kezdeni. Ugye a bizottság részéről Gulyás képviselőtársam sajnálatos módon arról számolt be, hogy ellenzéki képviselő nem vett részt a bizottság ülésen, ami sajnálatos dolog is, nem igen gyakori, azt gondolom. Tehát ennek a megjegyzésnek, vagy ennek a tényismertetésnek lehet esetleg rossz értelmezése is. Feltételezem, hogy javítani lehet az országgyűlés működésének munkarendjén, hiszen nagyon sokszor találkoztunk olyan jelenséggel itt a házban, amikor a kormánypárti képviselők részéről maga az előterjesztő sem volt jelen. Tehát ebből most ne vonjunk le messze menő következtetéseket, csak kénytelen voltam reflektálni az ön által elmondottakra, tudnék semmiféle tartalmi vagy egyéb jelentése vagy háttér szándéke mögött nem húzódott meg, mint ahogy remélem ki fog derülni hozzászólásomból, éppen ellenkezőleg. A másik miniszter úr expozéjában elhangzott, a
nemzeti identitás képzés viszonyulása a felgyorsult és globalizálódó világhoz, és ebben a folyamatban ugye ennek a folyamatnak a veszélyeire hívta föl a figyelmet, azokra a nehézségekre, amelyek a nemzeti önazonosság meghatározására hárulnak ebből fakadóan. Én egy kicsikét máshonnan közelítenék ehhez. Valóban megvannak a veszélyek. Nagyon nehéz az önazonosság meghatározása ebben a információ halmazzal agyonzsúfolt világban, viszont több az igazodási pont is. Tehát amikor önazonosságról beszélünk, identitásképzésről beszélünk, akkor az nem árt, hogyha minél több szempontot, minél több információt, minél több igazodási pontot birtokolunk, hogy ez minél pontosabb legyen. Tudnélik, itt elhangzott az identitásképzés, az önazonosság, önbecsülés. Én hozzátenném, mint kiegészítő fogalmat, hanem mint ebbe beleértendő tartalmat, a pontos önismeretnek a kérdését is. És ebben bizony fontos szerepe lehet annak, hogyha minél több szempontból közelítünk a saját hagyományainkhoz, történelmünkhöz, önmagunkhoz, mindenkori helyzetünkhöz. És most lássuk a törvényjavaslatot. Előre bocsátom, hogy a Lehet más a politika támogathatónak és támogatandónak tartja ezt a törvényjavaslatot. Valóban nagyon fontos dologról van szó. Nagyon helyes az is, hogy sok pontosítást tartalmaz a törvényjavaslat a 2001. évi 64. törvényhez képest. Rögtön ugye a 7. szakasz 27.-28. pontokkal történő kiegészítése fogalompontosítást tartalmaz, méghozzá a történelmi emlékhelynek és a nemzeti emlékhelynek a fogalmát tisztázza, pontosítja. Nagyon helyes ez a precizitás, ez a körültekintés, és van egy olyan tartalmi eleme a dolognak, ami hangsúlyos, és majd később visszatérek rá, beemeli, megjeleníti a szövegben ugye a velünk élő nemzetiségek szerepét is az identitásképzésben. Ezt én nagyon fontos szempontnak gondolom, elég sok olyan történelmi tévedést, hibát, politikai gyakorlatot tapasztalhattunk, láthattunk, olvashattunk róla, amely más irányban képzelte el az önmeghatározásnak a lehetőségeit. Ez a kitétel, ez azt gondolom, hogy irányadó és követendő és pontos. A 4. fejezet az emlékhelyek védelméről, vagy védelme címet viseli, és itt jelenik meg ebben a fejezetben ugye az emlékhelyek kialakításával, gondozásával, védelmével és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő szabályozás. Itt van egy kis problémám, de meggyőzhető vagyok. Ugye egyrészt adott a miniszter, vagy a kultúráért felelős miniszter, ugye, aki az emlékhelyekért felel, és adott ugye a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság létrehozására és felügyeletére a kormány által rendeletben kijelölt miniszter. Itt egy másik miniszterről beszélünk, és ugye a kettőnek az együttműködését írja elő ez a törvényjavaslat. Nekem csak az a problémám, hogy nem válik egy bonyolultá a rendszer. A működőképességnek, a hatékonyságnak nem lesz rovására ez a fajta fölállás. Jó lehet, még olyan problémákat is észleltem, hogy mintha ellentmondás lenne, hiszen a miniszter feladatai között rögzíti, hogy az emlékhelyekkel összefüggő feladatok tekintetében a miniszter a bizottság felett szakmai irányítási jogkor gyakorol. Tehát adott egy miniszter, aki felügyeli ugye ezt a bizottságot, és adott egy miniszter, aki szakmai irányítási jogkör gyakorol. Ezt megismétli aztán az indokolás is. Nincs itt esetleg fölösleges átfedés? Nincs-e valami szerkezeti zűrzavar? Tehát meggyőzhető vagyok róla, csak így ebben a formában, ahogy a javaslat rögzíti, nem egyértelmű, hogy nem lesz-e probléma a működtetésben. A következő a 61/E szakasz első B bekezdése úgy fogalmaz az emlékhely meghatározása kapcsán, hogy az ország politikai életében irányadó állami döntés, intézkedés valósult meg. Én ezt egy kicsit pontosítanám. Pontosítanám, mert elég sok olyan politikai döntés született, egy állami döntés született intézkedés, amely nem biztos, hogy emlékhely létesítésére alkalmas, és mégis meghatározó volt, tehát ennek a tartalmát én egy kicsikét árnyalnám. A következő kitételem, vagy észrevételem, az pedig a ugyanezen szakasz második bekezdésre vonatkozik.
A történelmi emlékhelyeket egységes arculatú magyar és angol nyelvű ismertető táblával kell megjelölni. Na most erről azt gondolom, hogy ha már nagyon helyesen tartalmazta a fogalom tisztázása nemzetiségeknek a szerepét, és ha már említette a miniszter úr ugye a globalizáció veszélyét és egyáltalán a környezetünket, akkor én nagyon helyesnek látnám, és ilyen irányú módosító indítványt adtam is be, hogyha egy bizonyos emlékhely esetében, legyen az történelmi vagy nemzeti emlékhely, az érintett, ha van ilyen, az érintett nemzetiségnek a nyelvén is fogalmazzuk meg a szöveget. Jó lehet, nyilván tartalmában az angol vagy a magyar nyelvű szöveg is utal majd rá, de ennek azért van egy szimbolikus, fontos gesztus értéke, tehát ezt nagyon ajánlom a figyelmükbe, hogy fontolják meg, hogy az ilyen esetekben az adott nemzetiségnek a nyelvén is szerepeljen a szöveg az ismertető táblán. Helyesnek látom az ötödik szakaszban az épített környezet mellett a történeti táj fogalmának megnevezését, bevezetését, ez is egy helyes szemlélet. Nem csak Tokaj környékére és Tokajra kell itt összpontosítani, adódhatnak olyan helyzetek, amikor e fogalom körbe más tájegységei is bevonhatók lesznek az országnak, de hogy ez megjelenik a szövegben, ez mindenféleképpen üdvözlendő. Ami viszont tanulságos már a mostani általános vitából is. Én nem kívánok itt a jegyzék tartalmi elemeibe beleszólni, eleve úgy gondolom, hogy majd ez egy későbbi folyamatnak lehet a része, de az már látszik, hogy jó lenne pontosan tisztázni a javaslattételnek az eljárásrendjét. Tehát, hogy az egyes helyszínek emlékhelyi nyilvánításának mi lesz az eljárásrendje. Nehogy itt aztán ideológiai vagy párt preferenciák alapján történjen egyfajta ötletbörze, ezt pontosan rögzíteni kell. És még egy kritikai észrevételem van a végén. Azt nem látom helyes módosításnak, hogy a történelmi emlékhely esetén nem országgyűlési határozat dönt, hanem kormányrendeletben kívánja ezt ugye a javaslat szabályozni, míg a nemzeti emlékhelyeknél ugye meghagyja a jogalkotói hatáskört, tehát törvényszinten rendezi. Az ilyen szimbolikus természetű ügyeknél, ahol ráadásul lehet is számítani a konszenzusra. Én szerencsésnek látnám, hogyha a sokat hangoztatott nemzeti egység jegyében nem a kormány fennhatósága alá vonná a történelmi emlékhelyeknek a kijelölését, hanem meghagyná országgyűlési hatáskörben. Hiszen, hogyha a nemzeti összefogást, a nemzeti egységet valóban meg akarjuk jeleníteni, annak a legfontosabb, legkiemeltebb szintere maga az országgyűlés. Nem helyes lépés, nem jó tartalmú lépés ebből visszább lépni, és a kormány fennhatósága alá vonni, mert ilyenkor ez fölvethet olyan kérdéseket, amelyek a szándéknak a nemességét is megkérdőjelezhetik esetlegesen, és nem minden alap nélkül. Tehát kérem, ezt is fontolják meg, ilyen tartalmú módosító indítványt is fogok beadni, de összességében magát a törvényjavaslatot a lehet más a politika támogathatónak és támogathatónak tartja, és támogatni is fogjuk, és kérem önöket, hogy a fölvetett észrevételeket úgy értékeljék és úgy értelmezzék, mint javító szándékkal megfogalmazott javaslatokat, és a módosítóinkhoz is így álljanak hozzá. Köszönöm a figyelmüket. Két perces hozzászólók. Többen is bejelentkeztek. Elsőként megadom a lehetőséget Wittner Mária képviselőasszonynak, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban ez hozzászólva ehhez a témához sok bővíthető emlékhely száma válik majd esedékessé, mint ahogy a Menter Erzsébet képviselőasszony is mondta. De én szeretnék most kitérni a 301-es parcellára. A 301-es parcella ma már emlékhely. Körülbelül a 380-400 kivégzett emberből körülbelül 10, mondjuk 15 embert exhumáltak. A többiek azonban ugyanúgy fekszenek arccal lefelé összedrótozva egy sírba 6 a heten. Ezt megtapasztaltuk.
De van a 301-es parcellában tömegsír is, amit a kórházi csonkolt testrészekkel próbáltak elfedni. Ez egyértelművé vált számunkra, tehát ott még nagyon sok feltárnivaló van. Azon kívül kevesen tudják, mert hogy ezelőtt 5 évvel, tehát 2 emlékmű, 2 nevezetes és 1 vitatott emlékmű épült fel ebben az országban. Csömörön az első, a világon az első ikeremlékmű épült föl, ami a kommunizmus 100 millió áldozatáról és a magyar áldozatokról emlékezik meg, illetve 56-os emlékmű. Ez a világon első olyan emlékmű, ahol a polgárok a saját vagyonukkal áldozva állították fel ezt az emlékművet. Ezzel szemben Bush is 2 évvel később állította föl a világon a másodikat, Amerikában az obeliszket. A másik emlékmű, és erre azért nagyon szeretnék kitérni, szintén a 56-osok terén. Ez az emlékmű nagyon vitatott részünkre, mert ez egyszer a megtorlás szimbolizálja, illetve a forradalom leverését szimbolizálja, utána pedig a megtorlást. És nagyon jó lenne, ha ez a csúfos emlékmű eltűnne onnan az 56-osok teréről. Köszönöm szépen. Újabb 2 perces hozzászólás, Sáringer Kenyeres Tamás képviselő úr, KDNP. Köszönöm a szót, elnök úr. Én csatlakozni szeretnék Miller Lajos képviselőtársamnak az indítványához a többnyelvűség kapcsán, hogy ne csak magyarul és angolul legyen az emlékhelyekre kiírva az adott eseménnyel kapcsolatos rövid leírás, lévén, hogy a környező országok nyelve is fontos lenne, hiszen a történelem során számos történelmi esemény kapcsán mi együtt éltünk, együtt voltunk. Néhány nemzetnek például a török hódoltság alatt, vagy egyéb időszakokban a közös eredmények, azok ugyanolyan közös dicsőségek, mint ami a magyar ember számára is. Természetesen azt is figyelembe véve, hogy vannak dolgok, amiknek ezek a nemzetiségek nem igazából örülnek, de hát azt a lehetőséget is adjuk meg nekik, hogy elolvashassák a számukra kevésbé dicsőséges dolgot is, de a lehetőség ilyen szempontból adott enne, úgyhogy én ezt mindenképpen tudnám módosítás formájában támogatni a magam részéről. Köszönöm a szót. Újabb 2 perces hozzászólás, Páfi István képviselő úr, KDNP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A feliratok magyar és angol nyelvűsége, illetve nemzetiségi nyelv használata tárgyában kértem röviden szót. Az indokolja ezt a kis kiegészítést, hogy amellett, hogy rendkívül fontos, hogy a nemzetiségek nyelvén is fölhívjuk a figyelmet ezeknek a történelmi és nemzeti értékeknek a jelenére, voltára, fontos, amit az imént mondottam, hogy a jelen történelmi és emlékhely, nemzeti emlékhely definíciója, feltételei szerint ezeket nem lehet odaítélni, nem lehet azzá nyilvánítani, nem olyan egyszerű, tehát gyakorlatilag ott, ahol a legfontosabb volna a mai Szlovákia területén, a mai Románia területén, sok más olyan pontján a világnak körülöttünk, a történelmi magyar területeken, említettem a Vereckei szorost, ez megoldhatatlan volna ebben a pillanatban. Tehát mielőtt ehhez a problémához érünk, hogy a nemzetiségek nyelvén írjuk ki ezeken az emlékhelyeken azt, ami fontos, azt tudjuk meg, hogy egyáltalán a tábla majd kitehető legyen. Köszönöm szépen. Megadom a szót Hiller István képviselő úrnak, MSZP Normál. Szót kért. Elnök úr, tisztelt ház, képviselő asszonyok és képviselő urak! Én ezt a törvénymódosítást megalapozottnak és okos gondolatok megvalósításának tartom. Olyannak, amely a kulturális örökségvédelmi törvény módosításaként kap helyet, ugyanakkor egy fontos, valóban nem csak az ország, hanem a nemzet történetében, gondolkodásában mentalitás formáló lenne. Mindazokhoz a gondolatokhoz, amelyeket önök a korábbiakban elmondtak, és amelyeknek jó része a mi oldalunkról támogatható, nem kívánom megismételni. Azonban olyan kérdésekben, amelyek nem hangzottak el, vagy amelyek nem egyeznek a véleményünkkel, szeretném a rendelkezésemre álló időt
felhasználni. Először is a törvény módosításban én nagyon helyesnek látom a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szerepének kiemelését. Én ezt a bizottságot tevékenységében az azt alkotók egyéni élet útjában is megfelelőnek látom ahhoz, hogy politikán fölül képes legyen azt a célt koordinálni, amelyet a törvénymódosítás szolgál. Nem belemenve azokba az érvekbe, amelyek nyilván sok vitára adhatnak okot, a mellékletben felsorolt helyszínek mindegyikét oda tartozónak érzem, és azokat a kiegészítéseket, amelyeket tettek is, nagyon nehéz lenne opponálni, nem is kell. Csak ezeknek a sora valóban a történelmünk évszázadai, évezrede alatt, hát bizony bővíthető. Ezért tisztelettel kérem, hogy bár én is mondhatnék javaslatot, amivel a Muhi emlékmezőtől kezdődően a visegrádi palotáig, a Sárospataki vártól az esztergomi bazilikáig. Azt kérem a különböző pártok képviselőitől és frakcióitól, hogy gyakoroljunk önuralmat. A módosító indítványok ugyanis elindíthatnak egy jogos, aztán megállíthatatlan devalvációt. Azt a javaslatot szeretném tenni, kérem a tisztelt frakciókat, fontolják meg, hogy majdan beadandó módosítványokat,